Marcali városa avatásának 47. évfordulójához közeledve került megrendezésre az ünnepi testületi ülés. Azok a személyek, kollektívák és vállalkozások részesültek elismerésben, akik többet tettek a településért a megszokottnál. Dr. Sütő László ünnepi köszöntőjében a majd 50 éve város közéletének színességéről beszélt. Ez természetesen nem az önkormányzat érdeme. Ez elsősorban a város lakók érdeme. Azoké, akik ma itt vannak, mert vagy ma, vagy korábban kitüntetést kaptak, és azoké is, akik ma nincsenek itt. Mert ugyanígy dolgoztak a városért, ugyanígy tettek érte, és reméljük, hamarosan majd itt fognak ők is ülni. Éppen azért, mert mindenki munkáját el kívánjuk ismerni. Mert csak együtt, csak közösen tudjuk ezt a várost fejleszteni. Egy ember, vagy egy testület ezt egyedül nem tudja megtenni. És nagyon fontos, hogy a mai nap is a gazdaság szereplői mellett kitüntetésben részesülnek oktatásban dolgozók, kitüntetésben részesülnek kultúra területén dolgozók, civil szervezetek képviselője. Nagyon fontos, mert itt látszik, hogy a városban van egy sokszínűség, amit pontosan tudunk, a város nem csak a gazdaságból áll, a város nem csak épületekből áll, a városnak kell, hogy legyen lelke. És ez fakad az oktatásból, a civil szervezetekből, a kulturális intézményekből. Ezek adják meg azt a belső tartását a városnak, ami után nyugodt szívvel fejlődhet a gazdaság, mert van fogadókészség minden irányból. És az kell hozzá, hogy szeressük ezt a várost. Mi szeretjük, és azt gondoljuk, hogy ez fejlődni is fog. Ez a város ugyanilyen marad, reméljük, ugyanígy fog fejlődni, a folytonosság érvényesülni fog, a megkezdett utak folytatódnak, hiszen nem véletlenszerű a fejlesztés egyetlen területen se. Koncepció van. 10 évre viszonylag meg lehet nézni, hogy megmondtuk, mi történik a következő évben. És ma is tudjuk. Mert ha nem tudnánk, akkor úgy járnánk, mint más települések, ahol nagy váltógazdaság mellett folyamatosan változik a személy, folyamatosan változik minden. És mi történik? A város visszafejlődik. Azt gondolom, hogy Marcali nem ezt utat választja. Marcali fejlődni akar, Marcalinak jövőképe van. Ezt a jövőképet együtt alakítjuk, együtt azokkal, akiket kitüntetésben részesítettünk, részesítünk ma, mert csak közös jövőnk van. Köszönöm figyelmüket! 2024-ben 3 marcali városért díj került kiosztásra, így a Marcali Múzeum kollektívája, Zajcsuk Népáhi Katalin, a Marcali Noszlopi Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, és Bodrogi Csaba Ferenc, a Siópoki Szakképzési Centrum főigazgató helyettese vehették át az elismerést. Alkotói díjban részesült Németh László, a Mozgáskorlátozottak Somogy Vármegyei Egyesület Marcali Körzeti Csoportjának tagja, Tanai Bernadett kertészmérnök, a Marcali Gamesz vezetője, és Török Ferenc, a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola trombita tanára. A vállalkozókra is gondoltak az ítészek, itt is 3 díjazottat köszöntöttek. Lackó Sándor és Nemes József vállalkozókat és a Vilmos Kályha Kft. Kollektíváját. A gratulációkat követő Emberec Balázs alpolgármester mondott pohárköszöntőt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondolom, hogy Marcali egy sikeres város, de azt is gondolom, hogy nem csak sikeres, hanem különleges. Mert sikeres város lehet olyan is, amiben egy intézmény van, és az óriási országos sikereket ér el. Mi viszont, hogyha körbenézünk egy 10 000 fős városban, akkor azt láthatjuk, hogy itt minden szolgáltatást megtalálunk, ami egy nagy megyei jogú városban van. Hiszen van uszodánk, van általános iskolánk, bölcsödénk, óvodánk, vannak középiskoláink, vannak civil szervezetek, vannak sportegyesületek, mindaz, ami egy igazi, élhető városhoz szükséges. Akkor fogunk fejlődni, hogyha mindig lesznek ötletek, mindig lesznek új célok, amiket meg kell valósítanunk. És ez a város attól különleges, attól jó, hogy fölmerül egy ötlet, és az önkormányzat ebbe partner, hogy megvalósítsa. És ezt közösen tudjuk elérni, és ezért közös a történetünk. És ezt a közös a történetünket választottuk annak a mottónak, hogy ezt a 750 éves várost is ünnepeljük egész évben, és talán ezért is különleges ez az idei év, mert
750 év azért az egy mennyiség. Tehát aki múzeumban dolgozik, aki intézményben dolgozik, aki egy vállalkozásban dolgozik, az pontosan tudja azt, hogy akár 20 év kemény munka is, milyen hosszú idő, és milyen gyorsan elszáll. És így van ez egy város történetében is, hogy a 750 év számunkra hosszú idő, 2000 év múlva sokkal kevesebbnek fog tűnni, de a 750 év azt is jelentette, hogy ez a város fennmaradt, ez a város sikeres volt, ez a város sikeres lesz, és azért, mert különleges, és azért, mert különleges emberek élnek itt, akik hajlandók tenni ezért a városért, és alkotnak ebben a városban. Úgyhogy én emelem önökre poharamat, akik különlegesek, és tettek ezért a városért. A díjazottak neve idén is felkerült a dicsőségfalra, majd a meghívottak számára az ünnepség fogadással zárult.